A hagyományokhoz híven szeptember utolsó szombatján került megrendezésre a Szüret Szadán elnevezésű hagyományőrző programsorozat. A napsütéses késő nyári napon a szüreti felvonulás mellett népi játszótér, borutca, mustkóstoló, kézműves foglalkozások, helytörténeti vetélkedő, biokert, szüreti hagyományőrző műsor és főzőverseny is hívogatta a falu apraját és nagyját a Székelykertbe. A bográcsos ételek főzőversenyére idén 7 csapat jelentkezett. A szervezők a tűzifa mellé egy-egy üveg bort is biztosítottak minden csapat számára. A bográcsok alatt már déltől lobogtak a lángok. A Napsugárköz csapata idén először vett részt a főzőversenyen. A Napsugárközből most 24-en jöttünk, hogyha minden igaz, gyerekek, férfiak, nők, mindenki. Ez nagyjából fél utcát jelenti. Most vagyunk itt először egyébként, úgyhogy most nekiláttunk, van egy francia séfünk, aki szinte ott lakik az utcában, úgyhogy egy franciás valamit főz. Jó kérdés, hogy mi bárányt, napsugár bégetőnek neveztük el, hogyha minden igaz. Úgyhogy egy ilyen kurkumás, babos bárányt főz, illetve egy székely-beltalan káposzta készül a másik bográcsba. Mindannyian beköltöztünk abba az új utcába, amit a napsugár köznek hívnak, és így nagyjából össze is megettünk, minden idegen volt mindenkinek. És nagyjából 2 hetente ilyen utcabulikat tartunk, együtt főzünk, együtt ünnepeljük a névnapokat, születésnapokat, és tulajdonképpen ez összehozta a társaságot. És ennek apropóján pont egy, azt hiszem, egy születésnap alkalma volt, amikor kitaláltuk, hogy ide is eljövünk. Pont a hölgyek hozzák a süteményeket, mert 3 süteménnyel is neveztünk, a 2 bográccsal is. Ez a Székely Bertalan káposzta a Napsugárköz részéről. Hát ebbe a káposztába sok minden belekerült, többek között 6 darab disznófarok, 5 darab disznófül, 5 darab disznóköröm, és ezen kívül még belekerült 2 kg disznólapocka, illetve 4,5 kg savanyított káposzta, amit egyszer kimostunk, és ebből készül az egész, egy ilyen mangalica szalona alapon megpárolt hagymával. Tradicionális székely káposzta, csak most ugye itt vagyunk a Székely Bertalan háznál, és ezért Székely Bertalan, Székely Bertalan káposzta néven neveztük be a versenyre, és szeretnénk vele az első helyet elhozni mindenképpen. A főzőverseny idén jótékonysági célnak is helyet adott. Egy jótékonysági csoport, ez a Maci csoportnak csinálunk az óvodába egy főzést, amit szeretnénk majd értékesíteni, hogyha jól sikerül, és akkor ebből lesz a csoportnak a bevétele. Egyedül állok a csapatban. Vargányás vaddisznópörkölt lesz, és van 50-60 főre való adagra főzünk, és úgy is készültünk rá. Milyen köretet kínálnak hozzá? Hogy viszik a zsűri elé? Nokedlival, savanyúsággal. Akik meg megveszik, azok kenyeret kapnak hozzá. Szadára még sose neveztem, ez az első alkalom. A királyi vadpörkölt főzőversenyen neveztem már többször. Ott voltam dobogós, második, harmadik helyezett, úgyhogy most megpróbálom magam itt is. Ha azt mondom, hogy az eredmény az nem számít, akkor nem mondok valótlanságot. Számomra az a fontos, hogy elmenjen az összes étel, és az óvodának legyen elég pénze a csoportnak. Honnan érkezett a csapat? A csapat vegyes összeállítású, a baráti köz a Szadáról van, de egyébként ez egy Kalimák nevű zenekari formáció, akinek most készült el tegnap előtt az első nagylemeze, amit egy kicsit promózunk, tehát összekapcsoljuk a kellemest a hasznossal, és a énekesünk ráért, élőbe próbálja egy utcabálos jelleggel egy kicsit előkészíteni a telepet arra, hogy egy ingyenes bemutató koncertet tudjunk tartani a környéken. És milyen ételt készítenek a verseny szellemében? Hát a verseny szellemében mi csülökpörköltet készítünk Kalimák módra. Kalimák módra itt azt jelenti, hogy a zene hullámai kavarodnak bele a bográcsba, és ettől lesz egy különös íze, amikor fölkavarodik ez a pörkölt. Kanalat csak legszükséges esetben használunk.
A Szadai Nyugdíjas Klub 25 fős csapata a tőlük megszokott finomságokon túl idén a főzőversenybe jutúrós strapacskával neveztek cigánylecsóval párosítva. Megreszeljük a krumplit, és annyi lisztet teszünk hozzá, amit fölvesz, és akkor sós vízbe kiszaggatjuk. És akkor jutúróval, meg pörccel, meg szórjuk, és hát melléje a lecsó, és benne a csirkecomb. A főzőversenyt idén házi sütemények versenye egészítette ki, ahová elsősorban keltésztából készült desszerteket várt a zsűri. A szüreti felvonulás hagyományosan a napórától indult. A Szadai Hagyományőrző Együttes fogatait a Szada Sport Egyesület lovas szakosztályának 16 lovasa kísérte. Szerusztok! Hagyjatok poharat! Poharat! Marika néni! Jönöm boldog! Ez nem anyukánk, így jó kis tím! Csok! Sziasztok! Ó, köszönöm szépen! Be vagyok buktatva! Kedves egészségére a Régió Plusznak! Néked barom, hogy legyél szeretőm, nincs sarkában, nincs százszagoshoz maringot, közepébe babám, hogy a tiéd vagyok. Nincs sarkában, nincs százszagoshoz maringot, közepébe babám, hogy a tiéd vagyok. A szüreti koszorút a felvonulás végállomásán a Székelykert színpadán Petrák Árpád alpolgármester vette át, aki a lovasok részvételét megköszönve emléklapot adott át a Szada Ese lovas szakosztálya jelenlévő tagjainak. Az idei takaros portaverseny végeredményét is itt tudhatták meg a szadaiak. Hagyományos falusi porta kategóriában második lett Horváth Jánosné, az első helyezett pedig Berze János lett. Díszkert kategóriában harmadik lett Zsigriné Horváth Csilla, második Nagy Jenőné, a fődíjat pedig Szűcs Sándor vehette át, aki ezt követően a zsűri tagjaként ismertette a bográcsos ételek versenyének végeredményét. Harmadik helyezést ért el Csillis Csülkös Bab kreációjával a Sörös Fiúk csapata. A Szadai Nyugdíjas Klub jutúrós trapacskája cigánylecsóval a második díjat érdemelte ki. Az aranyfakan alatt 2016-ban pedig a Napsugár köz csapata vehette át Napsugár bégető fantázia nevű ételéért. A házi sütemények versenyének eredményeit a háromtagú zsűri elnöke Vejc Magdolna ismertette. Harmadik lett Török Istvánné szadai módra elkészített szilvalekváros buktájával. A második díjat Csák Mónika szőlőlekváros bucia érdemelte ki, az első helyezettnek járó oklevelet pedig Seresné Krisztina kapta, aki szilvalekváros keltésztával nevezett be a megmérettetésre. A szüreti hagyományőrző műsorban elsőként Taba Csaba és családja sárközi szüreti táncokat adott elő. A Szadai Székely Bertalan óvoda süni csoportja szüreti játékokat mutatott be.
Idén a szüreti műsor vendégei az 5 éve megalakult besnyői botorkálók voltak Gödöllőről. A Székely Bertalan Általános Iskola alsó tagozatos tanulói őszi játékokat mutattak be a szadai szüret közönségének. A szüreti hagyományőrző műsor végén Antal Édua és Horváth Viktor táncházában mulathattak a résztvevők. A 2016 évi szadai szüretet esti mulatság zárta, melyhez a talpolávalót az Andó Jakab duó szolgáltatta.